mint gyermekeid. Terítsd meg számunkra ígéd asztalát, táplálj minket hozzánk élő eredellel. Amen. Isten igényére figyeljünk, úgy, ahogy a 139. Zsoltárnak az első 5 versében van. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messzéről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondold a minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál. Kezedet rajtam tartod. Felolvastam egy hatalmas és boldog vallomást. Szívből kívánom, hogy ezt a vallomást mindenki elmondhassa. Ez a vallomás 3000 éves, de olyan friss és olyan igaz, olyan mai. Ahogy én este elolvastam, ma reggel újra elolvastam többször, úgy kívántam, hogy hadd menjen át a lelkemen, és a lélekem is ugyanezt mondja. A zsoltárok ezek Isten irgalmának a húrjai, és rezegnek, és a szívünk rezonál rá. Visszhangoltak, ugyanarra a rezgésre állunk mi is át. Én is azt tudom mondani, hogy Uram, te megvizsgálsz engem, és ismersz. Tudjátok, milyen félelmes dolgot mondott az Úr Jézus, hogy azon a napon majd, amikor mindenki megítéltetik. Sokan fogják mondani, hogy előtte lettünk és ittunk, utcájukon tanítottál, csodákat tettünk, ördögöket üztünk a te nevedben. Azt mondjuk az Úr Jézus, sohasem ismertelek titeket, távozatok tőlem, ti gonosztevők, pedig emlegetni fognak hatalmas lelki dolgokat, amiket végbe is vittek valóban, de az Úr Jézust igazán nem ismerték. Nem volt a szívünkbe, mert aki a fiú, az él az élet. Akiben is az Isten fiú, az élet sincs meg bennek. Ezek úgy szolgáltak, mint halottak, nem mint élők. Jézus megmondta, hogy Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene. Hogy szeretném mindőtöknek a füle jó hallására mondani, mikor mondogatják sokan, és így mondjátok, hogy Istenem, ó Uram, ó Istenem. Ez nem megy fel a trón elé csak akkor, ha én ezt élő hittel mondom. Isten visszautasítja a holtak imádságát. Ő nem Istene a holtaknak, hanem az élőknek. Ezt nagyon határozottan megmondta. Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. Imádkozni kell ezért az élő hitért, és el lehet nyerni ezt az élő hitet. Ő szívesen adja is igazán, örömmel. Olyan különös dolgokat mond el, olyan boldog ez a vallomás. Megvizsgálsz és ismersz engem. Ti megengedtétek már valamikor az Úr Jézusnak, hogy úgy végigutasson? Tudjátok, mit jelent a generál vizsgálat? Amikor én beteg lettem a pockolom sérülve, ez egy nagyon fájdalmas betegség, a gerincben, az idegágyban az ideg kiszakadt, mint a sérnél. Borzasztó fájdalmat okoz, mert a csontok nyomják. Nyíregyházát megröngereztek, olyan, amire a nyíregyházi vizsgálat volt, olyan volt az eredmény. Nincs semmi baj, Uram, el lehet. Beletetesen szenvedtem. Felvittek Pestre. Beletettek egy gépbe. Ezt úgy jelentik, hogy szeletelő gép. Olyan hatalmas henger, mint egy nagy hordó, de vasból van. A legalább 40 percig zúgott felettem, milliméterenként átvilágított. Teljesen. Az egyszerre mindent lefényképez. És másnap megkaptam a fényképet. És mondja az orvos, sajnálom Uram, ekkora porckorok sérve van. Ott azt mondták, nincs semmi baj. De amikor ez a jó gép átvilágított, ezt nem lehet becsapni. Ezt nem lehet becsapni. Megmutatta az igaz valóságot. A fájdalmas és igaz valóságot. És én hiába mondtam volna, hogy én is hiszek Nyíregyházának. De itt volt a baj. Én hittem a szeletelő gépen, mert azt mondott igazat. És olyan jó, ha ez így van, Uram, megvizsgálsz, ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok. Testvérek, nem fordult még elő veletek, hogy mérgesen az asztaltól valamiért felálltatok, és odén rúgtátok a széket. Vagy úgy levágtátok magatok a székre. Ezt is látja. Ahogy a buszon leülök, ahogy helyet adok, vagy nem adok. Nézem, mérgesen még most se állt az a kölyök, én meg itt állok. Igen, tudja, hogy felállok, ahogy leülök. Messziről érzemezett szándékomat, szemmel tartott járásomat és pihenésemet. Úgy sajnálom ezeket a fiatalokat, amikor néha látom, mutatják filmen is ezeket a diszkó mulatságokat. Kezük lábuk ezerfele rángatózik. Nem az Isten lelke rázza őket, egész más erőt. Az a csúnya, hogy előbb szakadnak a tagjaik, és akkor pihentek, szórakoztak. És hol betegen, hol fáradtan mennek haza, a lányok bemocskolva, a fiúk, nem tudom, mit sem álltak. És ez pihenés volt. Milyen más, amikor valaki azt mondja, hogy Uram, ismered a pihenésemet? Hogy szoktatok pihenni? Én csak a Biblia mellett tudok pihenni. Éjszaka többször felébredek, mert ebben a korban nem alszunk egyfolytában. Olyan jó egy igére gondolni, egy bibliai történetre. Úgy pihen az ember. Isten kezén pihen. Úgy össze vagyunk kötve. Nincs az a tökéletes telefon kapcsolat, mert ehhez hasonló lenne. Úgy együtt vagyunk.
az Isten szín előtt, Jézus ott van mellettem, és én ővele vagyok. Úgy pihenek. Ilyenkor az ember a testi bajait is kipiheni, meg a lelki bajait is. Mindig az Úr Jézus közelében, az ő szín előtt pihenjetek, ismered a pihenésemet, gondolva minden utamra. Nem lehetett nekünk titkos utaink. Egy félelmes történet most eszembe jutott. Úgy, hogy lelki pásztor, fiákkoromban volt, nem itt most nem akarom mondani. Nagyon szerette a feleségét, nagyon. Annyira, hogy szinte már feltűnő volt. Az időben meglehetősen személyesen viselkedtek még a házastársak is nyilvánosság előtt. Ők mindig karomfogva jártak meg, egymást átkarolva. És ez az ember elment 10 napokra prédikálni, egy hónapban rég volt otthon, egy hetet. Feleségé ez alatt a régi szeretőjén eljárt mindig a papné. Már 4 gyermekük volt, mikor az 5. gyerek született, a papné meghalt a szülésben, azt mondja a szülészorvos a férjnek, a lelkésznek. Egy szentet láttam meghalni. A szeme kiugrott a gödréből a fájdalomtól, mesekölcsei voltak. Nem szólt, mégsem nem is nyögött, úgy viselte, úgy tűrte azt a rettenetes fájdalmat. Lelkész úr, az ő felesége egy szent volt. 6 hónapig meg se nézte a felesége szekrényét a férj. Ő temette a feleségét, nagyon le volt törve. Kinyitja a szekrényt, egyik tavaszik a már zsebéből látszik egy boríték. Kiveszi, az orvos, a régi udvarló, a szerető írta. Milyen szépek voltak a mellett töltött napok, még a férjét távol volt. Összeomlott benne minden. Így szólt a barátainak, tőlük hallottam. Most melyik gyerek az enyém, nem is tudom. Nem tudom szeretni őket. Olyan rettenetesen szenvedett. Most értette meg, hogy miért ült olyan némán a felesége. Tudta, hogy meg kell halni a házasság törésekért. Meg kellett fizetni, mert Isten minden utunkat tudja. A férje nem tudta a feleség utait. Megszületett az első gyerek, az uram nem tud semmit. A második, a harmadik, a negyedik, de az ötödiknél megfogta az Isten. Nincs tovább. Tudta, hogy miért kell meghalnia. De borzasztó, amikor azt hiszem, hogy nem ismeri az utaimat. Júdás azt gondolta, hogy Jézus nem látja a lopásait. De borzasztó. Nem tudom, nektek vannak-e olyan külön utaitok, amelyre azt mondanátok, hogy uram, nem, most ne nézz ide. Hadd akarjam el színelemről. Boldog, aki ezt tudja mondani. És igaz. Gondolva minden utamra. Ez azt is jelenti ám, hogy segít minden utamon, és védelmez minden utamon. És szóval erre kezdte az utamat. Én is jártam sokszor úgy. Egyetemista koromban nagyon undoroltam egy lányat, nagyon szerettem, és a naplomba beírtam minden nap, hogy Istenem, az a kérésem, hadd legyen a feleségem. Nem lett. Más valaki lett. Féled ment valakihez. Egy nagyon romlott életű asszony lett belőle. Micsoda papné lett volna? Olyan, hogy nem hallgattam a kérésemet. Erre kezdette ezt az utamat. És de sokszor tette velünk is azt, hogy nem kéréseink szerint bánt velünk, hanem irgalma szerint. Így folytatódik tovább. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Isten nem azt hallja, amit mondunk ám az imából, hanem annak a forrásnak a tartalmát, amelyikből jön. Meg amikor azt mondjuk, Istenem, áldj meg engem, segíts meg engem, és mindent megteszünk, hogy a áldás el ne érjen. Védkezünk az Isten ellen, de segíts meg, áldj meg. Nem a hangot figyeli, nem a szót. Még ajkamok sincsen, már tudsz mindent. Mielőtt imádkozom, mindig gondoljuk meg, hogy most fogok mondani Istennek, igaz-e? Őszintén mondom-e? Őt nem lehet félrevezetni. És itt van a boldog vallomás megint. Minden oldalon körül fogtál. Ez nekem olyan drága, igen, gyermekkoromtól kezdve. Tudjátok, mit jelent? Hogy a múltam le van zárva. Vádolnak az ördög, de nem érvényes már. Meg van bocsátva a múltam. Most pedig Krisztussal élek. A jövőben pedig biztosítva van. Mert elment, hogy helyet készítsen nekem. Körül vagyok fogva, elől hátul. A régi fordítás rosszat fölöttem tartott kezedet, az még pontosabban beszél, mint ez a fordítás. És érdekes, hogy egy dolog hiányzik. Arról nincsen. Vagyis nekem kell végigmenni a nehéz úton. Nem hordoztathatom magamat mindig, mikor nem bírok menni. Mikor elfáradtam, lerosadok, akkor felemel, fölöttem van a keze. Ha elbízom magam, akkor leszalik. Hajna kemény leszéket kapunk, meg tudjuk, hogy semmik vagyunk. De nem tudok, Uram, tovább menni, akkor ott a keze. Máskor pedig mindig menni kell azon a görönyös, kemény, rideg, kegyetlen úton. Élni kell abban a házasságban, amely vagyok, azokkal a gyerekekkel, rokonokkal, azon a munkahelyen. Azt az életet kell élni, meg a nyomorult testbe. És alól nincs ez a védelem, csak amikor lerosolok, akkor fog meg is emel föl. Ez a mi útunk. Elől, hátul, körül vagyok zárva. Most Krisztussal. Testvérek, ebben hadd fejezzem be. A múlt és a jövő most dől el. Ha én most Krisztusé vagyok, le van zárva a múltam, és biztos a jövőm. Ha én most nem vagyok az Úr Jézusé, vádol a múltam, és rettenetes jövő vár. A jelen a tengely, ezen fordul meg. Ha én most Krisztusé vagyok, minden rendben van. A múlt is,
A jelen is, a jövő is. De ha most nem vagyok az övé, hanem majd akarok lenni. Érvényes a vádoló múlt, és rettenetes jövő vár rám. Én arra kérlek benneteket, engedjétek magatokat ebbe a csodálatos kapcsolatban, amelyen a Zsoltár író volt. Megbizsgálsz és ismersz engem. Keresetek egy csendes percet valahol, és engedjétek meg ezt a vizsgálatot. Hadd kutasson át mindent, hadd találjon meg mindent, hadd ítélje meg mindent, amit nem szeret. Hadd áldjon meg úgy. Uram, megvizsgáltál engem és ismersz, mekkora biztonság ez. Maradjunk ebben a védelemben, imádkozzunk. Köszönjük áldott Istenünk azt a csodálatos ígéretet, lehetőséget, hogy mindig mindenben ott lehetünk színed előtt. Mindent elmondhatunk neked. És amikor nem őszinte a szó, azt is megmondod, megdorgálsz, atyai szeretettel, gyöngéd kezeddel. Köszönjük, hogy körülfogtál. Hálát adunk azért, Úr Jézus, hogy elrendezted a múltunkat. Magadra vetted bűneinket, Isten báránya tart a Golgotán, teljes győzelmet vettél a harc után, helyettünk és érettünk is. Köszönjük a boldog jelent, össze vagyunk kötve veled, jelenlétedben élhetünk, szeretetedet tapasztaljuk. Köszönjük a örökké való jövőt, a boldog jövőt, hogy hajlékot készítesz és hazaviszel. Őrizd meg bennünket ebben a drága kapcsolatban. Amen.